A cukorbetegség népbetegség. A kettes diabéteszt egyre több gyereknél fedezik fel. A gyermekkori cukorbetegség 100 esetéből pedig 98-nál az egyes típusú inzulinhiányon alapuló diabéteszt diagnosztizálják az orvosok. A gyermekkori cukorbetegséget egyes típusnál nem lehet megelőzni, és mivel akár már csecsemőkorban is kialakulhat, ezért nagyon fontos, hogy minden szülő jól ismerje a tüneteit és előjeleit, hogy minél előbb kezelhető legyen a betegség, ami hirtelen alakul ki, és ha a gyermek kicsi, nem tud még kommunikálni, ezért nehéz felismernie a szülőnek a bajt. Gyermekkorban az első jelek közé tartozik a fokozott vizeletürítés, kiskorban a drasztikus testsúlyvesztés és a hasi fájdalmak is. A gyerekkori diabétesz általában 5-7 éves korban jelentkezik, a gyermekkori megbetegedés diagnosztikájának alapja ugyanúgy a cukormérés, mint más korosztályban. A diabétesz jól kontrollálható betegség, amivel együtt kell élni, hiszen nem gyógyítható. Diétával, inzulinnal meg lehet tanulnia bánnia a gyereknek a betegségével. A korszerű terápiák, okos gyógyszerek és a modern eszközök pedig segítséget jelentenek a kisbetegeknek. Vendégünk a stúdióban dr. Kántor Irén, gyermekorvos, gyermekdiabetológus, endokrinológus és mindenféle szakember. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Mit kell tudni a gyermekkori cukorbetegségről? Nagyon röviden, mi a különbség az egyes és kettes típusú cukorbetegség között? Hát drámai a különbség, kialakulását tekintve és kezelését tekintve is. A kettes típusú cukorbetegség az az, amit életmódhoz kapcsolódó cukorbetegségnek hívunk, mint a felnőtteknél is. A kettes típusú cukorbetegség az általában az elhízáshoz, a helytelen életmódhoz, rossz táplálkozáshoz, mozgáskultúrához kapcsolható. Viszont az egyes típusú cukorbetegség az egy autoimmun megbetegedés, amire nagyon kevés ráhatásunk van. Nagyon sokszor, amikor diagnosztizáljuk az egyes típusú cukorbetegséget a gyerekeknél, a szülőt meg kell nyugtatni, hogy nem tudott volna tenni semmi olyasmit. Nem az ő hibája. Így van, gyakorlatilag minden szülőben felmerül ez a kérdés olyankor, hogy mit rontottam el, mit tehettem volna rosszul, vagy jobban, hogy ne alakuljon ki, de meg kell nyugtatnunk, hogy ez nem az ő hibájuk, hanem ez egy autoimmun betegség. Mennyire gyakori, és lehet-e követni mondjuk ebben valamilyen változást, tehát hogy a gyakorisága növekszik az egyes típusú cukorbetegségnek, vagy egy évtizedekre visszamenőleg egy standard? Már a 70-es évektől kezdve Magyarországon egy nagyon korrekt statisztika áll a rendelkezésünkre, és ez alapján látjuk, hogy az egyes típusú cukorbetegségnek a száma emelkedik minden korosztályban, de ami a legszomorúbb az, hogy az óvodások korosztályában emelkedik a legdrasztikusabban. Amikor ezzel a szülők szembesülnek, hogyan fogadják? Azért nyilván nem könnyű ezt tudomásul venni, hogy keletkezett egy olyan állapot, ami végleges. Igen, ezt nagyon nehéz az első diagnózist is megmondani, mert utána jön egyből a kérdés, hogy az önvád, amiről beszéltünk, hogy mit tehettem volna rosszul, vagy jobban, hogy ne kerüljünk ilyen állapotba. De az a baj, hogy nem tudjuk ebben az állapotban sokáig megtartani a szülőket, nem tudjuk néha segíteni őket ezen a kezdeti szakaszon, hanem egyből gyakorlatilag a teendőkre kell koncentrálnunk. Úgyhogy mindig van pszichológusi segítség a gyermekeknek és a szülőknek is, amit abszolút szükség van rá mind a kettőjüknek, a gyerekeknek is, meg a szülőknek is, hiszen ez egy életre szóló betegség. Pontosabban nem is betegség, hanem egy állapot. És ezt követően nagyon hamar a gyakorlati teendők útjára kell lépnünk, és megtanítani ezzel együtt élni a beteget, és a környezetét is, ami még talán nehezebb. Milyen eszközök segítik manapság a cukorbeteg gyerekek mindennapjait, illetve a szülők mindennapjait? Hát büszkén elmondhatom, hogy Magyarország akár a diagnosztikában, akár a terápiában világszínvonalú. Az egyes típusú cukorbetegséget is nagyon korrektül tudjuk diagnosztizálni, pontosan tudjuk követni a lefolyását, hogy mikor mennyi saját inzulin termelése van a gyermeknek, hogyha egy genetikai eredetű diabétesz, azt is pontosan tudjuk diagnosztizálni. Magyarországon, Debrecenben diagnosztizálják az ilyen típusú betegséget, úgyhogy a maga a diagnosztika is világszínvonalú, és a kezelés is. Lehetőségünk van már arra, nem csak hogy a pennel,
az inzulinadagoló tollakkal kezeljük a gyerekeket, hanem van inzulinpumpa, és sőt már van az is elérhető a szenzoros inzulinpumpa, ami gyakorlatilag folyamatosan érzékeli a gyermeknek a vércukrát, és annak megfelelően adagolja az aktuális inzulint. Ez az inzulinadagolásnak a legújabb technikája, ennél fejlettebb, ami van, az a teljesen automatizált inzulinpumpa, de ezt még én is csak előadáson láttam, kongresszuson még nincs a mindennapi életben máshol sem. A másik, ami nagyon előre haladott, az a vércukormérésnek a technikája. Gyakorlatilag minden gyerek kap ingyen vércukormérőt, és ehhez a megfelelő testcsíkot, hogyha esetleg többre van szükség, akkor az OEP nagyon sokszor extra mennyiségű testcsíkot is engedélyez a gyerekeknek, mert a kezelésben a normál vércukorszintartása a legfontosabb. De még ennél is tovább tudunk lépni, mert van folyamatos vércukorszenzor is, amit egy picike kis tű, amit beszúrunk a gyermeknek a bőrébe, az egy, utána egy képernyőn folyamatosan mutatja, hogy mennyi a gyermeknek az aktuális vércukra. Sajnos ez nem mindig OEP támogatott, és ez egyenlőre még nagy költség, igen, egy család számára. Mennyire rugalmasak a gyerekek? Mennyire tudnak alkalmazkodni ehhez az új állapothoz? Nagyon okosak a gyerekek, nagyon ügyesek, és velük sokkal hamarabb meg lehet értetni a szabályokat, hogy szabálykövetés van, és mindent innentől kezdve fegyelmezetten kell csinálni. Ami inkább a nehéz, az a környezetnek a megtanítása, erre meg az elfogadása. Amire speciál, konkrétan gondolok, az az iskolai ellátásukban és a szociális elfogadottságukban sok tehentünk van, még nagy hiányosságok vannak. Nagyon sokszor nem ismerik a oktatók, a nevelők ezeket a problémákat, amik a mindennapi életben szükségesek, hogy ezeket ők megoldják, de nem ez a baj, hogy nem ismerik, mert egy teljesen átlag embernek nem kell ismerni a cukorbetegségnek a speciális dolgait, hanem inkább az a gond, hogy nem mindig nyitottak arra, hogy közeledjünk feléjük, hogy ezt meg is tanulják. Tisztelet a kivételnek, mert többször voltunk már, hogy az óvoda, iskola meghívott, és igenis kíváncsiak voltak, és együttműködő, kooperatív együttműködés alakult ki, de nagyon sokszor volt olyan is az ellenkező véglet, hogy bizony a gyereknek el kellett hagynia az iskoláját, az óvodáját. Hiába van a törvényben leírva az, hogy a gyermeknek az iskolában biztosítani kell a megfelelő speciális étrendet, ez akár tejérzékeny, lisztérzékeny vagy cukorbeteg. Nem minden iskola tudja ezt biztosítani, hogy ez most egy infrastruktúrális nehézség vagy munkaszervezési nehézség, ezt erre nincs mindig rálátásom. Orvosként van arra lehetőség, hogy ez a fajta ismeretterjesztés ez megtörténjen? Ez már el is indult, ez az ismeretterjesztés. A Budapest, ahol egy kicsit koncentráltabban élnek az emberek, és a cukorbetegség is koncentráltabban fordul elő, ott kifejezetten tanfolyamok vannak már erre, hogy a közintézmények, iskolák, óvodák dolgozói, tanárok, a szakács, aki a gyerekek étkezésére odafigyel, azok képzést kapjanak, és speciálisan egy-egy gyerekkel kapcsolatosan, hogy mi a teendő. Mi is tervezzük ennek az elindítását, de mivel eseti létszámokban sokkal kevesebben vannak, ezért nem tudjuk olyan szervezettel megcsinálni, hanem gyakorlatilag nyitottak vagyunk arra, hogyha egy iskola, óvoda hajlandó meghallgatni minket, akkor volt olyan, hogy vidékre is elutaztunk, és akkor együtt leültünk, szülő, az óvoda, és mi, és elmondtuk, kérdésekre válaszoltunk, hogy a gyermeknek minél egyszerűbb legyen a mindennapja. Kántor Irén, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én köszönöm a meghívást.